A kezemben látható benzár, szilikon karikák, csaligumik segítségével egészen új csali felkínálási lehetőség kerül a birtokába tulajdonképpen bármelyik horgásznak, hiszen e szilikonkarikák segítségével olyan csalikat is fel tudunk kínálni a horog mellett, a horog alatt, amelyeket esetleg csalitüskével nem tudnánk, vagy pedig nem olyan hatékonyan tudnánk. Ilyenek lehetnek például a különböző dumbbell formájú csalik, a keményebb, nem felpuhított pelletek, vagy adott esetben a metó tojások is, amelyeket nagyon eredményesen lehet használni a szilikon csalikarika segítségével. Három különböző méretben került kereskedelmi forgalomba ez a termék. A legkisebb 2,5 mm-es, ebbe az igazán kisméretű 4-es, 5-ös, maximum 6-os méretű pelleteket lehet felkínálni. Aztán a következő a 4 mm-es, ez a leguniverzálisabb, ebbe a 6-os, 8-as, még a talán a 10-es dumbbellek is gond nélkül belemennek és megfelelően tartja azokat. A legnagyobb pedig a 6 mm-es, ebbe már a 12-es, 14-es hordóformájú csalikat vagy pelleteket is fel tudjuk kínálni, és erősen, masszívan fogja azokat tartani. Mindegyik fiolában 100 darab csaligumi található egyébként, úgyhogy nagyon gazdaságos és nagyon pénztárcabarát kiszerelése van ezeknek a termékeknek. Főleg a versenyhorgászok azok, én úgy gondolom legalábbis, akik igazán fantáziát láthatnak ebben a csali felkínálási módban, hiszen még egyszer mondom, teljesen máshogy viselkedik a csalink a mederfenéken. Ezt a csali felkínálási lehetőséget használva, illetve olyan csalikat is be tudunk vetni egy metódos verseny során például, amelyeket mondjuk csalitüskével vagy horogra tűzve nem tudnánk használni.